követő rajongó már, tudod mi van, Bubi ott van hátul, hát már celebereljük vissza a karácsonyi ajándékokat, ez kicsi, az nagy, nem erre gondolt, azt tetszik, ez a szín, a... te is ebbe vagy, és rongyolunk a metropóban, ez a Bubival ott akarunk lakást majd nézni magunknak abban a nagy házban, ugye? Az a növényes? Hát az, ott a hátad mögött. Ja, hátam mögött. Igen, ez az. Azon beszélszünk. Egyelőre várjuk, hogy a lottó beugorjon, mert anyukám egyébként addig takába kerültünk, jó nézek. És Marie France lehozták a pincereket, taka. Salvatore, I give it to you. Can you open the oyster? I explained to you. You have, vagyis van egy késed, nagyon óvatosan meg kell fogni, és itt, ezen a részen, egyet megmutatok, fog meg a telómat, meg mutatom. I give you a chiffon. Ah, oui, d'accord. Regarde, prends ça. C'est ça. Ah, ah oui? Ah oui, d'abord. Mais il faut ouvrir. Mais d'abord, il faut prendre l'apéro, hein? Oui, mais non, d'abord, il faut ouvrir. Un professionnel. Ouais, il ah, oui. La tête est énorme, la gueule. Oui, mais quoi? Mais là, connu, il y a bien. Quelle est-ce qui s'y dit? Ahol van egy nyílás, nézd meg. De nem ott. Itt a végében? Itt, aha, ott találsz egy kis nyílást, oda belököd. De így mozgasd, így, úgy, aha, úgy, benyomod, aha. Megvan? Aha. Na, Bubi első osztiganyitása. Nézd oda, nem igaz. Vous êtes professionnel, muszáj egyébként, ez egy ilyen speciális kutó, ilyen osztiganyító kés. Ennyi. És már is a friss osztigád ott is van, száj. Na? Fej, és akkor a kutóval ezt le kell kaparni, látod? Így. Szinte le is csúszik. Így van. Bubika, neked ez szakma lett. Úgy? Ugye a fogorvosi mellett mondanom szekel, ugye? De múlva nagyon jól tudja, hogy ez. Köszöntük. Na, hogy állunk, Anna Mari? Ha jól tudom, most éppen készül a... Nézd, milyen halat csináltál, Marci? Branzino. Branzino halat fogunk enni. Van benne zöldje. Hát én maradok, Marcsát, jó pofa vagy. Hát itt vagyunk a papinál, jó nézel ki. Amit már kilököm magam a teraszra. Már itt a számba van a kamera. Ne idegesítsz. Bubiben beszélget franciául. Itt van Jean-Claude. You have to know something is very important if you are cooking the pasta. Nézzek, papinál így látod a tengert, halálmotorozba. Nézzek, jön föl. Taka, ne nyomjad már annyira, anyukám, hát még bajod eszik, jó pofa vagy. Csak hogy, na, már megint itt a gomoly felhők, ha jól mondták, találkozása, tilos, jó nézze. Jaj, akarok neked majd valamit, te követőnek, rajongónak nem vagy igaz? I was young, you did a lot of things, no? Yes. So you did... Sport, a lot of sport. But not this kind of, it's very... Because you're swimming... Bike and running is very three different things. You have to be good. Sometimes you are good swimming and not biking. Yes. But you did a triathlon for... You for, did? Yeah, for 12 years. For 12 years, guys. Nézd meg, nem úgy nézek ki, mint a Szűz Mária lejött így a hátsó fény glóriásba. Tehát, és most úgy döntem, hogy mi folyik a nagy világba, érted? Most akkor a Katát látom, hogy pupozba van. Milyen jó néz ki, olyan csinos kis nő. A Pami fővette a ünneplő ruhát. A Paminál is volt minden. Te, Mazinál, van tartalom, van rendes content, nem csak a reklám. Te, kézzel, tudod mi volt? Eszett, ahol az volt a content. Hí, nem mondta, hogy nem fejlődöl belőle, nem tanulod. Pamira mindjárt rámegyek, mert szeretem őtet. Jaj, a család, nézd meg, boldog, de helyesek, de arany a fa előtt. És
az a baj, elfele, ő az Elker. Na, miatta volt, hogy kiírta anyád, úristen, itt kilököd magadat, ma az édesanyja, nem ír, ő az édesapa, a picinek a édesapuka, hogy itt is előkelőek nézek. Tetszek, várjál, vissza is szövök, ez ennyi elég volt, te azért, na, jobból is megártasszok, nézek, gondolom, mennyi beiglite. Nézek, hogy elmerett a Kriszti? Kicsit ugye el, a révetekbe bámul, látod? Manökenesbe, mert most fő van a hálón, tudod, a határidőnap. És itt van a Klauval is fönn van. Akkor itt van az, gondolom, édesanyja, édesapa. Itt a mindenki. Itt a Merry Christmas-t van, itt a Zsolnaival van terítve, a pupos asztal előkelőzködne. Várjál már, ja, ez egy vacsora, meg ez egy ebben, milyen szép, szép, szép azért. Itt is ki van kerázva, kész, nem fogsz elfogyni, nyugodj meg, van kaja, van minden, és itt vannak a bubukák, nézek. Párducos, jó, az nem érdekes. Itt megint a Kriszti, most valami mondja magát. A Kriszti a magáért, most adjak rá hangot. Hét indító, van neki műsora, meg rádiós a Kriszti, rádiós kolléganőm, ne gondolkodjál már túl mindent. De nézzük már meg, hogy mi volt mondjuk a Lindusnál, Zimu. Zimányi, anyám imádja, mindig Zimaninak hívja. Nézd meg! Pif, nézek! Anyukám van egy, fölhívott valakit a cipejével. Azt mondja, calling mom that I am on my way home for Christmas. Te ez vannak a külföld... Ez kinek szól? Ez, nem tudom, kinek szól, de valami külföldnek. Nézek, csak a sószűrre, tudod, hogy a icapis, ő Zuhany Rózsával telefonált, de a Lindus meg egy izével, egy pupos cipővel. Nézek, ki van bérelve a lakás neki, itt, luxury apartmanből indul, hal a luxury-be. Hát ő egy luxury, ő maga a luxury, a Lindus. Itt egy kép, itt luxury van, itt nézek, itt szellő luxury-be van, itt még rajta van a cipő, látod, itt még rajta van a cipő, nézi a barátok köztet, vagy nem tudom mit, a bérelt lakásba, a luxury apartman parlamentbe, de itt már előtte, itt már telefonál a cipővel. Látod, itt először elkezd telefonálni, aztán fölveszi egyből. Nagyon érdekes. Itt meg díszíti a bérelt lakásba a fát. Szóval nagyon érdekes, amiket én láttam így az elmúlt években. Az egyik Zuhany Rózsából telefonál, a másik cipőből, aztán kírják, hogy anyád úristen itt, Mazi, mit képzelsz te magadról? Nem vagy édesanyja. Aztán meg énekelnek egy szappamba, a múltkor ugye a Gabó énekelt, akkor ő szűzanyába énekelt. Szóval minden van, anyukám van, utána van zöld hajú lány, minden van. Mondom, hogy van tartalom. Van. Jó nézel ki. Gyere. Itt van. Nézzek. Mondtam, esik a hó, ez a tartalom, meg hogy a kutya fut. Látod? Te meg nem hiszel nekem, hogy igen. Ja. Várj. Ne feledjétek, ha a karácsony hiányzik valaki szívéből, pont a fa alatt nem fogja megtalálni. Hát én ezt a mondatot most magamra tetováltatom, ha addig élek is. Te is tetováltassad! Na, és mit mondtam? Nézzek, ott a baba. Kész, átment a lóvé a Hot magazintól. Átment a két guriga, minden anyukám meg fog szőrülni, annyi pici baba képet látsz, akit pici Berkiről. Júj, de jó! Tetováltasd magadra még egyszer? Ha a karácsony hiányzik valaki szívéből, a falat nem fogja megtalálni. Szerencsére a Krisz megtalálta, mert az ő szívébe él a karácsony. Kis Jézus szágos. És látod? Nézek? Ezt nézek. Mami of Emma Katerina. Ha még egyszer a Pamitól meghallom, hogy nem vagy édesanyja, komolyan mondom rád, rugok. Nézek, hány gyuroszkani dobott ki. Bocsá, elnézést a keresztésem. Most hogy keresztek? Várja, kire keresztel? Nézzük meg, hogy mi történt a Rékáéknál. Jó? Itt vagy velem. Amíg nem vagyok letiltva, addig tudunk patkányolni, utána anyukám takába kerül. Ne ragudj, vége az ünnepnek. Megy a mosógép. Itt is mondom, hogy van tartalomgyártás. Megy, elindult az ajánlapó a karácsony. Kis Jézus hozta a porszívót. Tetszik, nem mondjad, de ott mi pörög? Ugyanúgy a futás, sportos életnél nincs szebb. Olyan érzésem, hogy 60 perces sétával. Ja, én is megyek egy 60.
Ja, tudod, mit akarok? Hát a könyv, hogy áll a cincó. Horváth cincónál. Ők is elmentek üdülni. Ki kell pi... Itt a kania. Vigyázz vele, mert rádruk kettőt, anyukám. Hatalmas, futbalista. Van egy futball... Néznek, de jól néz ki a cincó. És itt a kani. Júj, vigyázz vele, anyukám, kétszer akkora, mint bármelyikünk. És megy az, itt is van tartalom, néznek. Mi lesz a könyv? Én annyira bízom a szakácskönyv, de jó kép. Isten, micsoda színek. Na? Egy magvas gondolat, a kis Dior szapkádba kincsem. Nem vagy ember, ha nincs Dior szapkád, azt tudod? Csak szólok. Hát te, anyukám, kiválasztottak kellene élni. Ők kiválasztották, nézd meg. Cincó. Isten, 12 tulajdonság, amit egy nőnek tudni. Tudod, a tulajdonságot tudjuk. Te komolyan ezt írta, ne üljél. Homokba kérem meg a kezed, fogadd el a gyűrűmet. Emeld a lábad az anyád úristeni. Din-di-din, a legszebb álom valóra vált, menyasszony lettem. Édesanyja is legyél az álmok, ez lesz az új könyv, és azt mondja, 12 ajánlott tulajdonság nőknek, nézzek, nő az nagybetű, című könyvem azért jött létre, mert sok lányt, nőt látok manapság, akiknek szükségük van arra, hogy az életükben valamilyen területet rendezzék, javítsanak. Szóval tulajdonság, ajánlott tulajdonság. Szóval anyukám, tulajdonság ajánlva van cincóéknál. Ne röhögjél föl, mert rádrugok kettőt. De az első sem. Úgy, most át vagyok szellemülve. Úgy éreztem, eljött az idő, hogy bővebben szóljak a követőimhez. Így született meg ez a könyv, vagyis egyből kettő. Édes Tolsztoj nem dolgozott ilyen szerényen. Az álmok című könyvem betekintést enged az életembe, olyan dolgokat is elmesélek, amiket máshol nem. Mesélek a gyerekkori álmaimról, párkapcsolatról, családról, és természetesen a modellkedéstől, szépségversenyekről és az a... modellkedés. Hát, Muci, ahhoz neked mi közöd, édesanyám? Hát nem akarlak megbántani, Muci, de 20 év alatt én nem találkoztam még veled. Modellkedés. De mondjuk, tudod, mert megvan mi van, mint hogy én például, bocsáss meg, hogy itt a párnák között dobom magam, én például mesélnék neked a testépítésről. Márpedig mi az anyád úristen, én nem mesélnék, mikor jártam konditerembe. Én is jártam. Sőt, volt olyan, hogy heti 3-4 is len voltam a terembe. És nem is írom akkor. Ha ő a modellkedésről ír a cincó, akkor én viszont megírom. Egy testépítő hétköznapjai. Cilával. Ja nem, az várja, az nem rólam szólna. Hülye. Az a hétköznapi, hogy Cilával, akkor ez egy másik te... Hát abban ezt is meg tudnám azért írni, ne vészkedjél már. De írok akkor én itt, nem hiszem, a modellkedésről. Muci, te tényleg te modell. Te most mond... Most ez is... Most meg... Nem vagy ezzel tisztában. Az van, hogyha egyes szebb vagy az ördögnél, akkor úgy gondolod, hogy... Most mit csináljak? Nagyjából nem értek semmit a körömreszelésen kívül. Modell leszek. Hát ez azért olyan... De az mondjuk nem olyan modell, mint a Palvin Barban, hanem olyan fű alatti. Tudod, mint Lindus, Zitu, nem tudom. Ők megyek jó magam is, utazgatom ide-oda, meghívások vannak, minden. Hát odaírom modell, most mit írjak érte. Szóval ezzel mindig ki voltam akadva, egyébként halálosan, mint a kakukoszóra. Anyám mondja, úgy ki vagyok akadva, mint a kakukoszóra. Mindig néztem. Mi az Isten van a csicska kakukoszórával. Szóval, mert ilyenkor tudod, de nem most csak így mondom, szóval, amikor valaki azt mondja, modellkedem, amikor még megkérdezem, jó, értem, te mi volt az utolsó kampányod, amiben részt vettél? Hol voltál castingon? Milyen volt a Fashion Week? Voltál-e Párizsba? Ki volt az a nagy fotós, akivel együtt dolgoztál? Milyen divat editoriáljaid voltak? Milyen címlapjaid? Ma a füles címlap, pardon, nem számít, jó? Azt úgy kilőném. Szóval, mindegy, most így ezt mindenre lehet mondani. Ha modellkedem, ne üljeszkem, és mégiscsak valamilyen kellem valami polgári foglalkozó. Ha modellkedem. Na mindegy, megyünk tovább, nem állunk meg. Cincó, az a párkapcsolat, a szeretettel...
Na, és akkor igen, azt mondja, hogy család, szép modellkedés, jó, az te tudod, hogy miről beszélsz, anyám, a könyv szeretettel ajánlja, 12 ajánlott tulajdonság nőknek, ez körülbelül mint a 12 kisdobos pont, olyan lehetett, mindegy. Megyünk tovább, nem állsz le. Ja, várjál, más, ott rösszolsz. Képzeld el, tavaly kaptam a Kati, ne nézd a számat, tudom, olyan, mint egy ilyen pattanásszerűen. Kaptam a Kati barátnőmtől, a Promer Kati barátnőmtől karácsonyra egy MyHeritage nevű ilyen hülyeséget, és így be is lök, mondtam, aj, de aranyos vagy, jó, mindegy, kipróbálom. Hát aztán el is felejtettem, belöktem a fürdőszobába, és most a Bubi elővette, azt mondja, ez micsoda. Ja, mondom, semmilyen DNS-es hülyeség. Figyelj, a legjobb hobbi, ezt komolyan ajánlom, akit bírsz meg jobb pofa, azt ajánlom neked, ki kell próbálnod, most mindjárt elmondom, cicska idő lejár, de mindjárt elmondom. Figyelj, képzeld el, hogy egy ilyen DNS vizsgálatot kell csinálni, hogy milyen jó a tükrös. Ez ilyen DNS vizsgálatos hülyeség, na és az van, hogy Bubi megérkezik, van benne egy ilyen film, MyHeritage, az a címe, nem ilyen megmutatom. Egy ilyen kis pipe, ilyen hülyeség, tudod, ilyen a szádat így a nyálból vesz DNS mintát, az berakod a fiolába, piffit belököd, és így visszaküldöd nekik, és ők megcsinálják, és megmutatja utána, hogy a DNS-ed alapján rokonokat tudsz felfedezni. Megmutatja azt, hogy milyen etnikumba tartozol. Például nyugodtan lehetnék fekete, deréktől lefele. De nem az vagyok egyébként, nyugodtan. Mutatom neked, hogy mi van. Figyelj, így néz ki. Na most a DNS-em alapján innen jövök nagyjából. Tehát, hogy kézzel, hogy Ungarisa Virchow vonatkozás nem annyira, azt mondja, zsűjf askenázi vagyok, tudjál róla, 34,5%-ban, ibériai vagyok, 21,1%, van bennem egy jó nagy adag, 23%-ban skandináv, anyukám szőke kékszem, van bennem grek-italien, az egy 6,7%, akkor van bennem balkániból, látod? És akkor ezeknek a keveréke vagyok, és nézek, észak-afrikai is az öreg Cilla. Bröton, angol semmi nincs bennem, Europe de l'Est nulla, tehát kelet-európai nem vagyok, finn se vagyok. Azt mondja, afrikai. North African, itt van, észak-afrikai 6,8%. Figyelj, halálosan érdekes. Ja, de várjál, itt átállítom neked a language-et. Magyar. Keresd a magyart, és lököm magyarul. Várjál, és akkor jobban érted. Na, pif, anyám! Szóval itt vagyok, látod? Askenázi, ibériai, minden. DNS. Várjál már. Ott itt kiírja. Azt mondja, hogy van olyan, hogy... Ja, és ilyen szűk családokat tudsz. Itt vagyunk, és akkor a DNS kapcsolatok egyezés, akkor itt fel tudsz fedezni, például én nekem, bővebb család, egyből, egyébként ez egy tök érdekes volt, mindjárt megmutatom, nézzek, tehát DNS szerint leginkább Amerikában vannak rokonaim, fene tudja, Franciaország, Egybesült Királyság, Német-Hollandia, és csak itt van Magyarország, egyezések száma, tehát ahhoz képest, hogy halálízi magyar véranyád úristen itt, na ahhoz képest anyukám hátra vagyok lökve, mert amerikai és francia kapcsolat van leginkább, mint nem mondjak. És akkor van ilyen, hogy föl tudsz fedezni, DNS csomag megrendelünk, most nem rendelünk meg. Tényleg nem azért mutatom, myheritage.hu, nem azért mutatom, hanem valójában egy ilyen halál érdekes dolog. És nézzek, nekem egyből első fokú unokatestvérként kidobta Montserrat Anne-Catherine, de ezek csak azokat tudja kidobni, akik benne vannak, meg megcsináltak. Tehát lehet, hogy 10-szer ennyi embert kidobna. És a Montserrat Anne-Catherine az az én a nagynéném. Tudod? Anyukám unokatestvére. És egyből, tehát, hogy van benne valami, tehát nem humbug, érted, ez nem tarot kártya, egyen jobb. Kalmár Dóra is elsőfokú, őt például fogalmam sincs, hogy tehát föl tudsz fedezni így rokonokat. Jaj, remélem, hogy anyukám valami milliárdost itt kiszúrok magamnak, tudod, és írom, hi, how are you? Mi ez? Rabonovic, how are you in the USA? I am your unokatestvér, trust me. Ja, és a másik, az is nagyon jó, nézzek, egészség, cickuljál már el, majom. Nézzek, egészségügyi jelentést tudsz mindjárt, mert ez most megőrült, ezt mindjárt, na nem tudom. És akkor itt mi megtaláltam, azt mondja a nyomtatás. Mindjárt, ezt mondja, nézzek, slightly increased risk developing the following condition, lisztérzékeny vagyok, ez valamiért angolul írja, utána magyarul, akkor ilyenekre van, krónbetegségre van hajlamom, annyira nem average risk,
Akkor Alzheimer, HIV, Parkinson. Jézusom, mi lesz velem, anyukám? Üdvözlöm, találtunk egy a nyugatinál egy bácsit, itt kódorog. Jézus, ez az öreg Cilla, Alzheimeres elkultorgott. Szóval ilyenek vannak, nagyon-nagyon jó pofa, tehát hogy komolyan mondom, poénból érdemes megcsinálni. Tehát semmi másból, kicsit elhülyéskedni, rokonaiddal, minden. Szóval szerintem nagyon vicces dolog. Egy olyan két-három hét, anyukám, kiderül, lehet, hogy a Lülő nekem az apám. Ja, Istenem, de jó lenne. Szervusz, Lülő, én vagyok az eltitkolt gyermek. Számomra, Lülő, hogy engem itt hagytatok alcsúton, ti meg fölpuposítottátok magatokat főcsútra. Hol lehet, most nem tudom, hogy a Lülő lesz-e apukám. Mi kaptam levelet? Ja, mert hogy közben, csüpő kontakté, tudsz, itt van a családfád, de te tudsz kontaktálni, ugye ez a DNS alapján bizonyos emberekkel, mint ahogy itt a bővebb család, távoli rokonok. Na most itt kell megtalálnom a pupos családot. Na, Scott, Christine, a UK, minden, és csak ilyen nézd meg, Németországban vannak, de ezek, most nyugodjál meg, ezek csak DNS egyezések, de itt 3 és 5-ös szintű unokatestvér, csak azt mondja, hogy várjál, hogy néz ki, mert hogy, ja, te ezt javasla. Itt tudol menni tovább, ja, akkor apukámat javasolja, anyukámat, hogy végezzel csomagot, ja igen, anyukámnak már löktem egy csomagot, most meg fog neki jönni. De mennyibe kerül? Itt van, hogy 79 euróba kerül, látod, és akkor 88 szállítása. Mindegy, csak így mondom neked, hogyha érdekel, nagyon vicces, utána tudsz menni, így a rokonyaidnak, mi ez? US meg GBD, hát jó van, a Hungarice forinttal nem lehet fizetni, pedig olyan erős az a pénz, hogy még. Előre megyünk, nem hátra, ne legyél patkány. Most tudnám, hol vagyok. Halló? Te szájé. Szóval drága követ, csináltam ezzel, hülyeskedtem, halálosan érkeztem, Promer Kati barátnőm, millió csok neked köszönhetem. Most meg rongyok, Bubi elment érted a kondiba, mert bodybuildingezik, én meg itten összerántom a lakást. Utána meg papinál fölfúrjuk a tévét, te. Azt tudod elképzelni, papi ránk támít, lökjük oda föl, mint ezt te. Tévét szerelő, de följe. C'est bon? C'est bon. Most nézzük, hogy ha fekszik a papi, akkor ilyen magad. Anna Mária egyszerúzával. Igen. Egy kicsit nyomjuk hozzá, hogy igen, Anna Máriát egyszerúzával látjuk. Dávid fogja magát a televíziót, igen. Papa majd megpróbálta fekve megnézni, hogy fog kinézni, és állítólag áll egy fekvőpontból kell megnézni. Júljálok, hogy jó, de is házi papucot ledobta, mert úgy nem mászunk föl az ágyba. És itt van, Anna Mária ceruzába jött, mert hogy ebbe a 3,5 négyzetméteres szobába 80-an betelepettünk, mint egy migráns család, hogy ezt a csicska tévét fölrakjuk, és elég jól állunk, mondanom se kell. Ott tör. Ez a magasság volt? Nem mértük, ugye? Nem volt elrontva egy semmi. Jó lesz ez. Dávid ugye úgy nevezett Megdávid. Összedolgozik. Anyós és veje egy pillanat alatt, így látok egy mérőt, ugye egy úgynevezett nivózó, mi az magyarul? Egy fúrót szeretnék kérdezni. Már is egy fúrót, Jézusom, hova lejöttem, anyukám, szerszámos Cilla indul, szerelős Cilla indul, hol lehet a fúró? Na, Paisi, jó nézel ki, anyukám, ne tartsál fel, olyan munkában vagyunk, hogy ne. Porszívó, Jézus, belejössz a képbe. Bubliókkal fúrjad föl, mert nagyon leszel verve, hát ez nem igaz, és nekünk 4-kor a Szilágyi Marikával kellett volna találkoznunk, a Metropolár. Fogalmam sincs, azt se tudok, hol vagyok, takam, malac vagy. Hát ez nem bírok vele, jó nézek. Nézek, és ott pózolál. És ott pózol, ott macsoskodik. A te Hiltid most nincs itt velünk, úgyhogy ezzel a kis házi kézi Black und Dakaral, tudod, egy ötöset tegyél föl, és utána az úgynevezett Plaque de Plat, ilyen plakopár fal van, ezeket a tipliket fogod betiplizni. Nézzük Dávidot a fúrójával. 3, 2, 1, lököd. Cső, de forog, de pörög. Ennyi? Pif, szájé. Hát ez... Igen, most úgy látom, hogy előfúrunk, ugye ez az úgynevezett előfúrás, és utána óvatosan, mert utána meg a nagyobb fúró fejeddel
fogsz dolgozni, aranyapa. Jó? Kicsit itted, hogy lásson el a bickó, tudod, így, úgy. Én így csinálom, hogyha bármi van, lássák. Jó van. De a... ennyire nincs szemértéke, tehát ez, hát, Istenem, hát én mi? Hát én, így ez ha egy fogorvossal dolgozol meg, hogy előfúrás. Egy fogorvossal dolgozol együtt, ugye. Hát. Én ugye, aki egy jó szakmunkás, ugye. Mi kicsiben, milyen kicsi fúróval dolgozol. Hát igen, szívvel kezdjük, és utána... Nem akarom a fogamat mutatni a fogorvos úrnak. Jaj, Mari, most nem vár, most ne arra, hogy a tévét kell rögzíteni, hát olyan ideges vagyok, hogy nem igaz. Cicike, te miben tudod segíteni nekünk? Cicike? Mikrokalapáccsal dolgozunk, na? Hogy állunk? Nézd meg, Tomás. A luxus szakember Tomás Szabóba tud csak dolgozni, mondanom szekel, pupos órába, Tomás Szabó gyűrűbe. Majd a végén mondom, 800 euró. Jézusom, szegény pap! És te ezt a gyerekkalapácsot, te ezzel reflexeket néznek, nem nézé tiplit vernek. Feszítsen már, feszítsen a kar, feszítsen, hát igen. Jó, lássak követően, ajongok között. Pupasz! Hát aranyapám, Dávidom, ugye kereszt egy kábelt, hogy még a tévét megcsinálja, megigazít egy csipketerítőt. Papa valami idegben van. Qu'est-ce que tu cherches? De quoi? Qu'est-ce que tu as trouvé? Ah, télécommande, on a un télécommande. Teljes idegben vagyunk. Ezek mellett, ugye, hogy család a hátam mögött nézek, hogy pakolbálásban van. Én a masszás fotelbe már be is lögtem. Magam 3-2. Ja, de jó. Ja, de jó, anyukám. A masszás fotelem is világítós. Mutatom neked, hogy itt mennek a bogyók. Úgyhogy, ja, de jó. Csí, jó, megdolgozom magam. Nem tudom, hogy a pap bácsi hova ment a David, de akkor még én ide. Oui? Itt vagyok. Ja, te, je sais pas. Vous avez la cam, on a de télécommande. On a... Kijön illetve? Egy percre állok föl, és Jézusom, és közben a Sziszi kint van. Te, anyukám, te mi egy olyan, hogy a Lorenzoni olasz család vagyunk, hogy nem igaz. Sziszike, kizártak a testedet!